Tavaszi kreativitás eső. Tessék ötleteket vinni, hölgyek, urak, lányok, asszonyok, fiúk, lányok, tessék, tessék. Á, kis piúr! Mi van, jó ember, nem bírod a tömeget? Nem bírom a tömeget. Micsoda, milyen kreativitás ez a micsoda? Ötleteket árulok. Aha, nagy a választék, ahogy látom. Tessék, parancs. Itt a fejemből jön ki. Miféle ötleteket? A fejemből. Mit szeretnéd csinálni? Hát sok... Mihez? Mi? Mihez kell ötlet? Ha, kérem szépen, kéne egy ötlet ahhoz, hogy... Mihez kell? Mik vannak itt? Mert van tévéműsor. Tévéműsor. Nézzük, milyen választék. Mit szeretnél? Okos vagy? Mert akkor van vetélkedő. Az rizikós. Rizikós. Szép vagy? Mert akkor van bulvárműsor. Hát szép vagyok, de hát az mégse inkább. Zenéni tudsz? Lófasz. Vágóképnek jó. Hát mondja meg az élet, hogy miről szól az ének. Történet, és megszökik a dal. Van dalfaragó. Dalfaragó. Az arról szól, hogy meghívsz egy sztár vendéget, meg kijelölsz melléjük egy friss, fiatal zenekart. A sztár vendég a zenekarnak elmond egy történetet, a zenekar meg egy órán belül a te segítségeddel ír egy dalt. Uh-huh. És elő is adja. Értem. És az mibe kerül nekem? Hát üvegbe vagy korsóba. Korsóba. Korsóba, 10 korsó. Sok? 5? Hát 9, legyen akkor 9. Maximum 6. 6,5. 6,5 korsót megér. Na jó, 7. Jó, oké. Okay. Megkérdezel én tőlem, hogy ki a vendég? Aha. Ki a vendég? Nem nehéz kérdés, azt kérdezd meg, ki a vendég. Első vendég ki lenne? A Balázs, a Lévai Balázs. Lévai Balázs. Te ismered a Lévai Balázst. Lévai Balázs mindenki ismeri. Lévai Balázs mindenki ismeri. Dob meg a basszus. Dob meg a basszus, zakatol a füleimben. Dob meg a basszus, nem? Dob meg, nem a meg, dob. A, csak meg. Dob meg engem basszussal. Dob meg basszus. Basszus. Dob meg basszus. Igen. De nem csak úgy, hogy jönne, hanem menne is. Menne is. Meg ott meg kellene, hogy a történet környezetét is le kellene forgatni vele. El kellene menni oda, ahol ez körülbelül történt. Aha. Az ő története. Tehát Pécsen kell. Pécsi történetet fog elmesélni legyen. Ő nekünk. Pécsieknek. Pécsi zenekarnak. Értem. Pécsi helyszíneken. Zenekar? A zenekar? Hát a zenekar. A zenekar, azt te fogod egy kicsit, tehát elbeszélgetsz velük, fölkészíted őket. Ó. És legyen a Zenit elnevezésük is rock együttes. Hát meg lehet próbálni. Ennyi sörér. Ennyi sörér a Zenitet, be tudjuk tenni ebbe a buliba. A nagy ember benoktat, mi meg jól érezzük magunkat, érted? Akkor nem lenne talán olyan... Kis Péces, köszönts minket onnan, a Greenboxból. Dob ide. Néha dob ide valami. Igen. Néha, ha rosszat mondok, akkor te dob meg. Dob meg. Dob meg. Basszus. Na, akkor legmélyebb tisztelettel üdvözöllek, bemutatkoznál nékünk? Persze. Fadi Kristóf vagyok, 17 éves és a Zenit basszus gitárosa vagyok. Körülbelül 3 hónapja. Na, hát ez, megmondom, hogy nem túl sok idő, de úgy látom, megmelegedtél. Figyelj, nekem van egy olyan jellegű kérdésem, hogy a melegedés nem úgy értettem. Van egy olyan kérdésem, hogy én próbáltam az interneten ránézni a zenekarra. Van már valamiféle formátok, mert én nem találtam, de ez lehet, hogy az én gyengeségem. Igazából videó megosztó portálokon vannak fenn videóink, de vannak különböző egyéb oldalak is, amiket most próbálunk szerkeszteni. Na hát akkor a zenekar pacsirtáját is megkérdezzük Becses nevéről. Donáci Benedeknek hívnak. Most egy éve vagyok itt a zenekarban. Körülbelül ennyi. Forgunk.
Hát a Lévai Balázs, utána néztem a neten, néha Y-nal van, néha pontosan. Igen, azt történik, hogy általában a magyar televízióban a kollégáim szokták rosszul írni. Aha. Az újságírók többsége jól írja ível, és erre rájöttem, hogy miért van. Tudod, miért van ez? Miért? Te nem tudod valakinek, hogy ível vagy Y-nel írják a nevét. Akkor ha emberek... akkor ível. Y-nel. Nem, hát persze, mi történhet? Tehát, hogy a Y-nal írom, de közben ível kell, akkor ugye kvázi nemesítem. Ha viszont Y-nal írja és ível írom, akkor meg megbántom. Tehát akkor inkább az, inkább legyen Y, tudod, ja. Akkor legfeljebb azt mondja, hogy hát, sajnos... Há, sajnos nem. Bemutatnám a gitárost, ugye? Igen, Zöldi Miklós vagyok, én vagyok a szóló gitáros a Zenitben. Aha. És 17 éve mentem a legfiatalabb tag itt a bandában. Na hát, tisztelettel üdvözöllek. Horváth Ádám vagyok, 18 éves, és én már 7 éve foglalkozok szintetizátor keyboarddal. Eddig csak tanáromnál tanulok zenéskolába, és inkább a vendéglátóipar volt, amiben kezdek belekóstolni, remélem sikerül is. És viszont így a buli kedvéért, és természetesen, hogy a zenekarunkba sikerült bekerülnöm egy koncert alkalmával, így próbálom a maximumot nyújtani, és kitölteni úgymond a hézagokat a zenekarba is, amennyire lehet. Valás, te mióta tévezel egész pontosan? Hát 1990... Az első tévés interjúm után 95-6 körül csináltam, nem emlékszem egész pontosan, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy foglalkozás szerűen azért olyan 97 óta biztosan, de még 2000-től meg azt abszolút fülelszerűen. És ez a magyar televízió volt, igaz? Ott voltak a műsorok, de én szabadúszó voltam világéletemben, tehát soha nem voltam. De 96-ban már szabadúszóként lehetett a magyar tévében melózni? Hát akkor lehetett igazán, most már sokkal nehezebb, de most már nincsenek nagyon külsős. Akkor még létezett ez a kategória. Akkor még külsős. Nem volt nagy kereskedelmi csatorna, igaz? Akkor még nem. Tehát akkor rá, hogy is voltam, amikor a Kisokos című gyerekműsorban kezdtem szerepelni, akkor még nem volt, de rá egy-két évre indultak a két nagy kereskedelmi. Megmutatjuk Ringo Starr kollégánkat. Igen, a legnagyobb példaképemnek tartom. Ezt Betsuról mondod? Tessék? Tényleg mondod? Nem, csak vicceltem, nem. Hát én Figura Dávid vagyok, 20 éves, és én lennék a zenekarban a dobos, mivel én nem tudok hangszeren játszani, és nem vagyok zenész. Ezt mindig el kell mondani, ezért dobolok. Igen, a dobos a zenész legjobb barátja. Utána az első komoly nagy megbízatás egy Fogadóra című oktatási műsor volt, annak már én voltam a főszerkesztője, meg a műsorvezetője, utána bekerültem a Zárórába, a régi Zárórába, amit tehát több műsorvezető vezetett felváltva, Feledi Péter, Heltai Péter, Rózsa Péter, csak Tupa Péter, de Baló György, Betlen János, meg én is. Azt 5 évig csináltam, 2000-től 2005-ig, valahogy így. És utána jött még a Nagy Könyv, ben voltam műsorvezető, meg hát ami az én első ilyen önálló nagyobb műsorom volt, az a Bestseller című irodalmi műsor volt, amiben külföldi világhírű írókkal csináltunk interjúkat. Igen, csak én erre emlékszem ezekre, csak én azt hittem, hogy a dob meg basszus után volt. Lehet, hogy azért, mert a dob meg basszusnak túl hangos volt a sikere, nem? Hát vagy azért, mert... ez maradt benne, a legnagyobb maradt benne elsőre, tehát az a domináns. Igen. Nem? Hát lehet, vagy nincsen időérzéked, ez a másik. Az biztos. Azt tudja, nem, de abban teljesen igazad van, való igaz, hogy tulajdonképpen tehát ezek, amiket eddig elmondtam, ezek vagy oktatási műsorok voltak, vagy éjszakai beszélgetős műsor, irodalmi portré műsor, de abban teljesen igazad van, hogy a dob meg basszus volt az a műsor, ami így mondjuk így szélesebb nyilvánosság előtt, vagy nem tudom, szélesebb közönség előtt így, nem mondom, hogy ismertétett, de mondjuk megismertetett. A mai világban mennyire látod sikeresnek az, hogy esetleg jobb, fel tudunk esetleg valahova eljutni valahova, tehát hogyha nem ennyire metálosan, hanem inkább ez a líraibb zenés stílusban kezdünk el játszogatni, akkor mennyire lehet az, hogy esetleg kicsit feljebb jutunk a listán, nem csak így akár egy toxikba, hanem tehát kicsit... Ne fikál! Értelek, figyelj, egy dolog van, sose próbáld meg kitalálni, hogy mit kell játszani. Tehát most, hogyha ti rockzenét akartok játszani, csak azért, mert úgy gondolod, hogy valamit el akarsz érni, azért ne váltsál, mert ezt tudjátok, vagy ezt szeretitek. Rögtön lejön a színpadról, hogyha valami erőltetettet próbálsz előadni. Azt pedig, hogy hova tudsz elérni ezzel a dologgal, ezt sokszor megszokták tőlem kérdezni fiatalabb zenekarok, ez megmondom őszintén pénzkérdése, vagy kell egy csaj, akinek nagy mellei vannak, vagy rengeteget kell próbálni, de ilyen nappal szinte, és megpróbálni bármi áron játszani. Tehát pont a toxikok, meg az ilyen helyekben. De iszonyú sok próba, és azért kell a próba, hogy együtt legyen ez a zenekar, együtt legyen. Tehát nem csak az, hogy most milyen számokat csináltok, hanem hogy látod, hogy a gitáros még egyet akar, érzed, hogy még egyet akar szólózni, akkor le tudod követni.
de ez csak akkor megy, ha sokat próbáltok, illetve akkor már tudjátok emberileg is viselni egymást. Na, bemutattuk a Balást, bemutattuk az együttest, és akkor bemegyünk a Trafikba. Ez ott hol a Trafik? Persze. A legfontosabb dolog. Koncert előtt mindig menjetek el pisálni. Meg kakilni, ha lehet. Ez volt, ez azt mondta, hogy ezt tud, ezt tud. Na. Nem, ők most nem. Figyelnek. Igen. Ez vicces, hogy itt áll itt. Nincs itt a fésű. Érzed, készen, tehát érzed magam, mint egy ilyen középiskolai irodalom órán. Majd nagyon gondos szavakkal, majd megválogatott szavakkal fogsz. Igen. Hajam, nem gáz, nem mostom fésű. Behagytam a kocsiba, basz meg. De tényleg. Nincs egy fésütök? Megőrülök. Ez oda nincs fésű? De azt mondod, hogy jó hajam, már elégedett vagyok. Tehát. Nekem tetszik. Jó, köszi szépen. Maradhatsz. Bemegyünk a Trafikba, Balázs elmondja a nótát úgy, hogy történetet ott helyben ismeri meg a zenekar, ha jól értelmezem. Így van, Balázs elmegy, valószínűleg egy jóképű vacsorát fog elfogyasztani, mely alatt a zenekar kizad egy meglehetősen nehéz szerzeményt, ugye, mert nem egyszerű történet. Vagy csak könnyedén kidobja magából. Hát igen, attól függ, milyen a történet. Ja, hát ez megidezik. Na hát, hogy ugye az volt a kérés felém, hogy én próbálják az elmémből előásni egy olyan történetet, amely engem Pécs városához köt. Egyben rengeteg ilyen történet van, az a vicces, no, én budapesti vagyok, de valahogy mindig úgy hozta az élet, hogy nagyon sokszor kellett szerencsére Pécsre jönnöm, meg sok minden történt itt velem. Hát én jártam ide egyetemre, de úgy jártam ide egyetemre, hogy már maga az egyetemre kerülés nagyon kalandos volt, mert akkor még külön voltak a tanárképző főiskolák, meg az egyetemek. És aki tanárképzőn végzett, az általános iskolába taníthatott, aki egyetemen, az középiskolába. És én akkor fejeztem be egy nagyon jó barátommal a főiskolát, és mi jelentkeztünk ide egyetemre, volt egy olyan képzés, ami áthidalta a kettő közötti különbséget. Az volt a vicces, hogy ez a képzés 3 évig tartott, miközben valóságban 1 év volt a különbség. Az volt az érdekes a történetben, hogy ugye mi nem laktunk itt, csak havonta egyszer 3-4 éjszakát aludtunk itt, de nagyon sok oktató is ugyanúgy Budapestről érkezett. És az egyik vizsgaidőszaknál történt az, hogy a déli pályaudvaron felszálltunk a vonatra, és észrevettük a vizsgáztatónkat, hogy szintén ezen a vonaton jön le. És akkor a nyitrai Katával mondtuk, hogy mégis miért ne használjuk ki ezt az időt aktívan. Letámadtuk a pasit a vonaton, hogy akkor nem lehetne megoldani, hogy mi a vonaton vizsgázzunk le. Tehát mert hogy ne vesztegessük el ezt az időt. Nyelvtörténet vizsga volt, magyar nyelvtörténet vizsga volt, nem volt különösebben erősségem ez a tantárgy, de ilyen nyelvemlékeket kellett, meg ilyen magyar első magyar szorványemlékek összefüggően, magyar első ilyen szövegek, kódexekben, meg ilyen jövevényszavak, tehát egyáltalán a nyelvnek a történetnek a tudománya volt ez. És akkor Pasi azt mondta, hogy hát tulajdonképpen miért ne? És akkor beültünk az egyik kupéba, volt tételhúzás, minden, közben elhagytuk, nem tudom, Dombóvárt, és akkor a Kata vizsgázott le, ötös kapott, kiment, bejöttem én, tehát teljesen komolyan volt véve, és én is tök jól tudtam, nem sokat kérdezett, tehát mondjuk, mert mondom, nem voltam el is ebben a dologban, és a legvégén az történt, hogy mondta a fickó, hogy na jó, eddig 4-5-öd, az utolsóra tudom a választ, akkor megadja az ötöst. Akkor már szerintem olyan, mi van Pécs előtt? Lőrinc vagy? Szent Lőrinc. Szent Lőrinc közelében járhattunk, és mondta Faszi, hogy a magyar nyelvben hogy alakult ki a ságségképző. Hát mondtam, a halványlag gőzöm nincs, hogy alakult ki a ságségképző, akkor elkezdtem amit mondani. Elmondta a fickő, hogy nézze ki az ablakon. Kinéztem az ablakon, hogy akkor, hát hogy miből jön ez a képző. És mondtam neki, mondtam, hogy fa, tehát hogy ez azt jelentette. Mondta, hogy nem, ez nem fa. Akkor mondta, hogy hát de hogy mit látok? Mondom, hogy ház. Tehát, hogy esetleg mondom, hogy a mentő, nem, és akkor elkezdett ilyeneket mutatni, hogy így. És mondom, hogy, és akkor pont egy ilyen állat csordát látom, mondtam, hogy tehén. Tehát akkor már teljesen kész volt, tehát, hogy a fa, a ház és a tehén után. És akkor nagy nehezen rávezetett, hogy itt voltak éppen a dombokról van szó, mert ugye a ság, és ez tök érdekes, semmire nem emlékszem az egész tantárgyból, de erre igen, hogy a magyar nyelvben a ság, ségképző, az eredetileg önálló szó volt, és a halom, domb szavunkat, vagy a jelentéstartalma volt, és azért mondta a jó ember, hogy nézzek ki az ablakon, én meg csak
fát láttam, házat, meg tehenet, ellenben egyetlen dombot se vettem észre. Így a végén sajnos így lett a nyelvtörténet vizsgán 4-es, ellenben ami vicces volt az egészben, hogy Pécsen leszálltunk a vonatról, és 10 perc múlva indult vissza egy másik, rögtön felisszálltunk és jöttünk vissza. Életemben ez volt idő arány szempontjából a leghatékonyabb vizsga az életemben. Segítünk, ha hallunk egy dallamot. Írjad. Vonat. Elindul a vonat. Nincs, vizsgázzunk már a végre. Hogy legyen minden elintézve. Jó lenne, hogy esünk túl a nehézségen. És térjünk aztán az egészséghez. Esünk túl a nehezén. Induljunk el tenegesen. Esünk túl a nehezén. Röcsözzünk el egészségbe. Forgunk. És ezért gomboljon be, hogy a pocakom látszódjon, vagy ne látszódjon? Sötétbe öltöz. De azt mondja, délt már leittam magam valami, nem tudom, hogy pacakkal. Na jó. De neked meg jobban látszik így a pocakod. Hát majd aláöltöztem, tudod? Te próbálunk meg egy... De nézd csak, ki utazik. Nézd csak, ki utazik. Hogy volt, várjál, hogy volt ez? Felfelező akkorddal. Vissza. Tehát megfelezni. Visszadobták. Hát a jelentkezés. Visszadobott jelentkezés. De hol vagyunk már? Az csak fölvezet. Hát jó. Tehát arról, hogy levizsgázott a vonat. Refén az egy, hogy megy a vonat és vizsgázkedünk. Jaj. Jó, írjuk meg a refén. Ne, vidd tovább. Szűkítette. Nézd a tanár, ott ül éppen. Olyan tartsa meg, hogy balkezes vagyok. Jó? Nézd a tanár, ott ül éppen. Mi is történt veled? De hadd érdeklődjünk már, mindig szeretem adni. Most a sztorit azt végül is a te helyszínen mondom el részletesen, nem? Részletesen. Tehát most meg csak így felidézem azt, hogy sokat jártunk ide meg. Hát ugye az volt, hogy is volt? 3 évig jártunk ide, azért mondom, hogy jártunk, mert említettem a történetetben is, volt egy nagyon kedves csoporttársnőm, Nyitrai Kata, akivel már a tanárképző főiskolán is csoporttársak voltunk, meg itt a Janos Pannonius Tudomány Egyetemen is csoporttársak voltunk, és 3 éven keresztül mindig együtt jöttünk le. És nekem milyen szép történet volt, a legvégén már az utolsó vizsgákról már terhesen jött le. Nem én voltam az apa, ellenben... És van három alagút, ezt ne felejtsd. Jó, lemaradtunk a kanyarba? Nem merünk. Három ugrát. Mit írtunk eddig? Olvastunk. Megszólítottam. Csak egyfolytában remél, hogy nem bukunk meg. Tehát a második percek az, hogy nézd a tanár ott ül, nehéz perceken keresztül, de várom még, mert... Mert élünk oda menni. Valami ilyesmi legyen. Még mert élünk? Hogy várom még. Mert. Tehát, hogy nézd a tanár ott ül, nehéz perceken keresztül, de várunk még, mert. Tudjátok, mire emlékszem még? Emlékszem még a rántott sajtra. Büfékocsi, rántott sajt főtrizs, tartár. Tehát igazából nagyon kevés dolgot lehetett tenni a büfékocsiba. Volt a rántotta, tükörtojás, hemendex, és akkor még a rántott sajt volt. Ez a kimondottan MÁV szendvics, ez a gondolat. Most MÁV szendvitték a benzinkutakra. Tehát a háromszög alakú csúlyisztatót. Ha megvan egy verszak, az játsszátok el, jó? Gyorsan. Na tényleg, akkor nézzük meg az első verszakot. Egyet, hogy kijön el. Egy verszakot játsszátok el, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Most csak a vizsgára egyet. Nem, hát úgy kéne, hogy... Egy az utazás, egy a vizsga, nem? Kéne egy refrén. Ahó. Egynek, hogy 10 perc múlva haza. Ja, vissza a vonatra. Ne. Ja. Na. Nem kell most az effekt. Indul már a vonat, és... Mit kell, barátunk? Bártása kötelező.
Megy a kocsi, azt megy a kocsi. Fél, van itt izgalom. Van itt, itt van. Ugye megnyugszol, nyugi, most már csak 5 percig. Játsszatok inkább, Nici, játsszatok. Hát ő sem lesz, meg ekkorát égni, visszajön és nincs kész. Egy lépés a világképpen. Itt azt bírtam, hogyha oda, tehát az, hogy ez egy olyan állomás, ugye, ahol nem kell feltétlenül átmenned az egész pályaudvaron, tehát hogyha mondjuk erre az egyes vágányra futott be a vonatunk, akkor az tök jó, hogy már itt én oldalról ki lehetett menni. Tehát, hogy ki lehetett kerülni azt a régebben lehangoló várótermet. Én mindig szerettem volna egy állomást venni, volt ez a régi hármas szabványunk, mint amíg a Monarchiába építették. Biztos tudod, hogy ilyen kis állomások voltak, és fölül laktak, és alul volt a... Ezért szerintem az tök jó egy ilyen perc. Tehát magyarán most azt mondtad, hogy bakter szerettél volna lenni? Nem! Te meg csörgőszete? Tudj elolvasni, hogy az eután. Ez jó! Ez jó! Remélek, nem rossz. Vagy ilyen vampnek, vagy valami, ez jó ez a téma. Ja, ez jó. Csapó kettő. Én nem kapcsoltam ki. De bekapcsoltad? Mit? Bekapcsoltad a mikroportodat? Igen, telefon nem, úgyse keresel ki. Néha hát, mondom az anyósomnak. Anyósomnak mondom, hogy hívjál már. Olyan magányos vagyok. Mama. Magamnak írok e-mailt. Mama, hívjon fel. Az már két e-mail címe. Lévai Balázs ide járt iskolába. Hát ide is járt iskolába. Ez úgy volt ez a rendszer, hogy ez levelező volt, hiszem, hivatosan levelezőre jártunk, ami azt jelentette, hogy havonta egyszer csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Sőt, volt egy szerda csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Az első évben még nagyon lelkesek voltunk, akkor lejöttünk tényleg 5 napra, a második évben már csak 3-ra, 2-re, a harmadik évben meg alig jöttünk le. Akkor kezdett csődbe menni a vasút, nem? Akkor igen, és akkor csak az indexünket küldtük le, vagy. Kibámolok az ablakon kérdésedre, válaszom. Hogy... Dom követve. Várjál, kérdésemről, kérdésedre válaszom. Nem, mert válasz, van mikroport rajta. És 18 éve felül. Mondjad, kivágjuk. Mondjad. Ja, mert ez jó megbaszta a tejjel. Birka, ne, és tudod, tehén. Amíg elindulom, tényleg. Sákség kérdést is megoldom. Igen, így van. Attól várom, hogy a választ. Birka... Békanyáj és tehén csorda. Békanyáj és tehén csorda, a sákség kérdés nincs megoldva. Igen. Köszönöm, köszönöm, Menj el! Fölfedeztelek, drága! Ami még nagyon jó emlék, egyébként ez tök érdekes, hogy lefelé jövett, gondolkoztam azon, hogy mi jut még erről ezekről az évekről eszembe. Az emlékeink egy csomó részét tudjuk ilyen érzetekhez, illatokhoz, ízekhez kötni. Nekem ez a 3 év a Jókai bableves és a Gundel palacsinta. Ugyanis, amikor lejöttünk ide a Katával, akkor szinte mindig egy Szimbád nevű étterembe ebédeltünk, vacsoráztunk itt, ami itt volt ez az ifjúság. Úgyhogy egy ilyen kicsit ilyen bódészerű volt, de ez valami zseniális volt. Tehát ezzel spannoltuk egymást, hogy túl leszünk a vizsgán. Jókai bableves, Gundel palacsinta. Oda, én vizsga helyett. De tényleg baromi jó volt. És akkor tudtuk, az biztosan nagy adagok voltak, jó ízű volt. És... Szóval ez van, hogyha ilyen asszociációs játékba kéne ezt a néhány évet felidéznem, ez a két íz, az egész biztos bejátszana. Gundel. Hát igen, megmondom őszintén neked, hogy... Ja. Van egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy ha úgy kezdesz egy mondatot, megmondom őszintén, hogy így mondat, hogy hazugságra készül. Nem róla szó lesz. Figyeljetek, de jó, Józsdöntés, csizmába jöttem az irányba. Jó, oké. Van még 24 percet. Nem. Ennyire megy az idő? Ja. Egy óra van még úgy, hogy húzunk bele. Az igen. Jó. Nem szeretnék az ellenséget lenni alatt. Mi az ebben egy ilyen barátai vannak, nincs szükség ellenségeket. A vonat nincs, de elintézed. Van a csomagot barátnak, meg a bél. Nekünk. Aztán a Balázs jó illatúan visszatér, ugye a pörkötő jó illatúan visszatér,
meghallgatja volt a zenét. És kurva elégedett lesz. Hát, ja, illik neki, hát. Mit szólsz ehhez a dalhoz? Hát, nagyon szépen köszönöm. Aljas tévés módjára azon gondolkoztam közben, hogy olyan mennyit csaltatok, hogy a zenei alap megvolt-e már valahol, vagy itt raktátok össze? Hát volt bennünk zenei alap, de most csak tudjátok össze teljesen. Tök ügyes volt, teljesen fontos. Az jutott eszembe, hogy egy francia író, Mallarmé mondta azt egyszer, hogy minden a végre létezik a Földön, hogy könyv legyen belőle. Magyarán, hogy minden, ami történik egy ember, az azért van, hogy utána megíródjon valaki által. Most bebizonyítottátok, hogy ezek szerint ugyanez igaz a dalra is, tehát hogy mégis mindenből lehet dalt faragni. Illetve azon gondolkoztam még, hogy a ti előadásotokban sokkal szellemesebb és frappánsabb volt ez a történet, mint az enyémben. Szóval gratulálok, köszönöm szépen, nagyon, nagyon jó élmény. A tehén benne volt? Azt nem hallottam. Azt mondtam már, igen. Hogy van ez a sor? Tehát úgy van, hogy mondom az egész refrént, tehát hogy kibámolok az ablakon, kérdésedre a válaszom, vérkanyáj és tehéncsorda, a ságség kérdés nincs megoldva. Vizsgálj még, az nem lett jeles? Ez egy nagyon jó sor, ez a ságségkérdés nincs meg, ez teljesen rendben. Esetleg mit lehetett volna a ságségkérdés, semmiség, vagy valamilyen, de hát nyilván egy óra, mint... És hogy működött a határidő, mint ihletforrás? Igen, hát Hát figyeljetek, egyébként ez gyakorlatilag, gyakorlatnak is jó, nem? Tehát, hogy mondjuk az, amikor a legközelebb valaki azon panaszkodik, hogy nincs ihletem, vagy nem jut eszembe semmi, akkor basszus, hát mondj egy történetet az életedből, és dal lesz belőle. Gratulálok, nagyon szépen köszönöm. Na, Benedek, hogy érzed magad? Hát fáradtam. Fáradtam? Igen. Egy óra alatt hogy lehet elfáradni? Hát így. Gitár? Szerintem a zenei részeket azt könnyebb volt összerakni. Mivel a történet az ilyen vonatról szólt, ezért próbáltunk olyan ütemet, ami a vonat
zakatoláshoz hasonlít. Basszusgitáros kollégám. Én nagyon jól éreztem magam, bár tényleg kicsit elég frusztráló volt, amikor be lett jelentve, hogy még van 5 perc, és igazából nem voltunk sehol. Az a kérdés, hogy mi értelme van ennek? Hát szerintem az az értelme ennek, hogy ahogy te mondtad, hogy azt tudja. Az az értelme ennek a műsornak, hogy értelme vagyon. Igaz-e? De ez nem ötlet, de szar. Hagyjuk a francba az egészet. Hát most menjünk. Ne hagyjuk abba, hallod? De majd jön a faszi után.